utakmica je igrana pod veoma, da iskreno budem, lošim uslovima, ali uspeli smo da ispravimo šefov plan koji je želeo od nas. Eto, zadrisio sam se, dao ja pogodak, naravno da mi je drago, ali mi je pre svega zadovoljstvo deliti sa čovjekom svojim momcima i to da su danas dokazali smo prava ekipa. Dobili smo Vojvodinu koja je druga na tabeli, ako se ne varam. Pokazali smo karakter i zasluženo smo tu gdje smo. Uslovi su, kao što ste i sami vidjeli, bili jako teški za igru. Pre početka utakmice iskreno mislili smo da se možda utakmica neće igrati, međutim sudija je donio odluku da se utakmica odigra, što smo mi uspjeli da rezultiramo u našu korist, da pobedimo 2-0 pored dosta šansi sa jedne i sa druge strane, ali mislim da zasluženo ovog puta odnosimo 3 boda, to jest ostavljamo u senti što smo prošli, da kažem, ajde, prošli deo propustili, ovog puta nismo dozvolili. Nagyon büszke vagyok ezekre a fiúkra, mert egy fantasztikus élményt adtak nekem, mint edzőnek. Én se gondoltam az elején, hogy ilyen jól fogunk a Szuperligában szerepelni, de nagyon büszke vagyok rájuk, és remélem, hogy hasonló ritmusban fogjuk majd folytatni tavasszal is. A mai mérkőzéssel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egy jó Vojvodina ellen teljesen megérdemelten nyertünk. A csapatnak sikerült kijavítani azokat a hibákat, ami az utolsó két mérkőzésen jellemző volt ránk, és ez meghozta az eredményét is. Szóval egy teljesen megérdemelt 2-0-ás győzelmet arattunk egy nagyon jó Vojvodina ellen, és egy fantasztikus módon zártuk ezt az évet. Holnap még van egy közös ebéd, és utána a játékosok pihenőre mennek, mert június közepén, amikor elkezdtük a felkészülést, egész idáig egy nagyon hosszú folyamat, és mindenki belefáradt. A felkészülés pedig január 9-én kezdődik, hogy lesznek neki változások, azt majd meglátjuk. 2-3 játékosban gondolkodok, szóval nem lesz nagy változás a keretben, de felfrissítsük a csapatot minden esetre.